És a robotizálás sem tudja a belátható évtizedekben a magyar társadalom szolgáltatás igényeit önmagában lefedni. Ezért szükség lesz a jövőben is a kisvállalkozásokra, akik a magyarországi foglalkoztatottság 90%-át adják. Ugyanakkor a globalizáció és a nagyipar hatására születő törvények és rendelkezések rendre figyelmen kívül hagyják a legkisebbek érdekeit, mondta az Ipartestületek Országos Szövetségének elnöke a 26. Magyar Kézművesség napján tartott ünnepi ülésen. Itt adták át az IPOSZ elismerő díjait, először az arra érdemes iparosoknak, így többek között Tóth István, dunaföldvári cukrászmester munkáját is megköszönték. Díjat kapott Pesti Imre, Budapest korábbi kormány megbízottja, Sezták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke, a média világából pedig mások mellett a Kossuth Rádió Napközben című műsorának szerkesztőségét és a Tolnatáj Televízió munkáját is a kézműipar szolgálatáért díjjal ismerték el. Az iparosok véleménye egyöntetű volt abban, hogy támogatások szinte alig jutnak el hozzájuk. Méltánytalanul háttérbe van szorulva mi szakmánk. Tehát most én nem akarok nagy borászatokkal párhuzamot hozni, de szerintem amit mondjuk egy-egy komolyabb borászat a térségünkbe kap, az egész szakma nem kap annyit éves szinten. Tehát mi most az idén életünkben először nyertünk egy 5 millió 700 ezer forintos pályázatot, és eddig soha, pedig nekünk is nagyon nagy szükségünk lenne a tárgyi eszközöknek a megújítására. Mikrovállalkozásokra kiírtak pályázatot, és a mikrovállalkozásokban minimum 200 ember volt. Hát a kisiparos az nem 200 ember foglalkoztat, tehát szerintünk nem ez a mikrovállalkozás. Új kihívás még az idei rendkívüli béremelés, de a legnagyobb a munkaerőhiány. Utóbbira Német László elnök németországi tapasztalatok alapján azt mondja, nem megoldás a migráció, nagyon kevés ember tudnak csak bevonni a képzésekbe, inkább a közeli magyar lakta területekről van lehetőség dolgozókat áthozni. Erre ugye a kormány lépéseket tett, ugye ma már Szerbiából, Ukrajnából is könnyebben be tudnak jönni a munkavállalók, de hát mi még azért messze vagyunk attól, hogy olyan béreket tudjuk csábítani őket, amiért itt megállnak és nem mennek esetlegesen tovább, vagy nem állnak meg először Lengyelországban mondjuk az ukránok. Az IPOSZ elnöke azt mondja, keresni kell még a megoldásokat, erre ők nyitottak, akár képzési területen is, de a jövő egyelőre még ködös.